Napelem és napkollektor is került a tetőre az Áhonyi Hét Színvirág óvoda és bölcsőde Zsurki tagóvodájában. A beruházás részeként kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték az épületet, valamint a fűtési rendszert is korszerűsítették. Az átadón Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a település életében jelentős fejlesztésről van szó. Egy 750 lelkes település életében nagyon fontos az óvoda felújítás, hiszen az óvoda a közösség egyik alkotó eleme. A választókerületben nagyon sok apróbb fejlesztés valósul meg. A mai nap államtitkár úrral több toppos fejlesztést is át fogunk adni két városban és két faluban, és fontos az, hogy jelenlétével üzen is, hogy a modern falu program és a toppos fejlesztések azt a célt tűzik ki, hogy egy élhető magyar vidéket, egy élhető magyar falut hozzunk létre. Sanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Európai Uniós Források Koordinációjáért felelős államtitkára hozzátette, Zsurk a beruházással a saját jövőjébe is fektetett. Zsurkon egy felújított óvodát adtunk most át. Ez a zsurki embereknek az élni akarását mutatja, hiszen aki óvodát épít vagy óvodát újít föl, az bízik a jövőben. Ez mutatja a közösségnek az erejét, és mutatja a közösségnek a tenni akarását. Ezért vagyunk büszkék arra, hogy Európai Uniós és hazai forrásokból támogatni tudtuk ezt a beruházást 43 millió forinttal. Zsurk polgármestere azt mondta, a beruházás két projektből állt, és az épület energetikai korszerűsítése mellett a konyhát is felújították. Az óvoda épületében teljes körűen, tehát a konyhán is és a magán az épületen is mindenütt megtörtént a nyílászárócsere. A konyha belső szerkezete teljesen megújult, új klímaberendezéssel, hűtés-fűtés korszerűsítéssel ott is, és valamint az edények, az összes villamosság, tehát minden felújításra került. A csoportszobákban ugye a radiátorcsere is megvalósult, valamint a burkolatot is sikerült még az önkormányzatnak egy kis erőből hozzátennie. Zsurk után Záhonyba látogatott a delegáció, ahol szintén topos forrásból oldották meg három utca vízelvezetését. A topos pályázat keretében nyertünk 29 millió forintot az Arany János út és a Dózsa György csapadék vízelvezetésének fejlesztésére. Itt nagyon nagy gond volt esős időszakokban a csapadék vízelvezetés, mert nem volt még megoldva, és a lakosok nem nagyon tudtak bejutni a házaikba egy-egy felhőszakadás alkalmával. Ezzel megoldódott ez a probléma. Hátra van még az aszfaltozása az útnak, ezt a pályázat nem fedezi, ezt vagy önerőből, vagy egyéb forrásból megpróbáljuk még az idén megvalósítani. Az átadáson az államtitkár elmondta, a Záhonyi járásban még számos beruházás van folyamatban. A Záhonyi járásban, ha az összes operatív programot vesszük, akkor 4 milliárd forint feletti fejlesztési projekt valósul meg. Ezek tartalmaznak infrastruktúrális fejlesztéseket, energiahatékonysági fejlesztéseket, de tartalmaznak a magyar gazdaságot versenyképesebbé tevő támogatásokat piaci szereplők számára is, tartalmaznak vidékfejlesztési támogatásokat, és tartalmaznak a humántőkét megerősítő, a magyar embereknek a készségeit, képességeit fejlesztő támogatásokat is egyaránt. Sanda Tamás hozzátette, a 2014-től 2020-ig tartó időszakban összesen mintegy 300 milliárd forintnyi forrás érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe.